Ez itt a Borkest, az Érhangja média csoport legújabb podcast sorozata. Én Lenkár Péter vagyok ennél a mikrofonnál, illetve itt van velem szemben a darabond Betty. Szia Betty! Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat! Az adást a Székely Székelyi Vándor székelyét étteremben vettük fel. Ugye ez a, ez a podcast sorozat arról fog szólni, hogy nem csak székelyhidi, nem csak érmelléki és nem csak pihar megyei borászokat mutatunk be, hanem itt a környékről megpróbáljuk megkeresni azokat a borászokat, akik hát valamiért letettek már valamit az asztalra. Ebben a cipőben jársz te is, és fiatalkorod ellenére, illetve ha jól tudom, akkor nem olyan régi a ti borászatotok. Mesélj arról, hogy honnan jött az ötlet, illetve hogy alakult. Igen, mi egy relatív új borászat vagyunk a piacon. 2019-ben volt az első születünk, és 2020-ban léptünk be a piacra. Az egész történet onnan indult, hogy örököltünk egy hektár saszlát nagypapámtól, és itt elgondolkoztunk azon, hogy komolyabban foglalkozzunk ezzel a vonallal. Ugye eddigre már az egész családnak volt egy valamilyen szintű érdeklődése a szőlészet és a borászat ágazata felé, és jókor voltunk jó helyen, és pont volt egy EU-s finanszírozás is, ami a telepítéseket támogatta, és így ennek köszönhetően 16-ban és 17-ben telepítettünk 40 hektár szőlőt. Tehát, ha jól értem, tulajdonképpen te örökölted ezt a tudományt, vagy hogy mondjam, de, de, azért ez nem, nem ennyire evidens, mert hogy te más irányon indultál el az életben. Igen, valamilyen szinten örököltem is, tehát mindenképp a borászvér úgymond már a harmadik generáció óta a családban csörgedez, viszont mi egy picit más irányból közelítettük meg ezt az egész ezt az egész ágazatot és ezt az egész vonalat mivel hogy akármennyire itt van ez a borász, borászati vonal, nem volt annyira komolyan véve. Tehát igen, nagypapám is készített bort, viszont az még nem egy, egy minőségi bor volt. Az is nagyon jó volt akkor, és meg voltak annak is a pillanatai persze, és sok emlék fűz hozzá, de viszont uh, amit mi, mi készítünk és csinálunk nap mint manapság most már, az egy teljesen más szint. Egyrészt azért, mert 40 hektáron nem is lehetne már ugyanazt eljátszani, másrészt pedig uh, ugye azóta eltelt pár évtized és pár generációváltás, és nagyon sokat fejlődött a technológia is mivel, hogy nekünk az alapbizniszünk mezőgazdaságban van, mindig is tudtuk, és mindig is fontos volt számunkra, hogy a technológia ez tényleg utolsó generációs legyen, mivel, hogy, mivel így tud igazán profitabilis és hatékony lenni egy cég ebben az, ág az ágazatban. Hmm. Kezdjük akkor az elején, hogy, hogy hogy, hogy hogy kezdődött a te karriered, illetve hogy kerültél akkor a, a borászvilágba, ezen kívül, hogy már volt egy családi háttér. Igen, én alapjáraton egy teljesen más vonalon indultam el, és közgazdaságban és menedzsmentben szereztem az első diplomámat. Én akkor nagyon meg voltam győződve arról, hogy valahol külföldön szeretnék egy nagy multinacionális cégnél dolgozni, és ezt, ezt ki is próbáltam több helyen. Nagy multiknál gyakornokságokat itt ott, és rájöttem, hogy ez nagyon nem az én világom, és hogy nem, nem bírom ezt a ezt a bezártságot, és tényleg azt, hogy nyolc emberen kellett keresztül menni, hogy kapjon az ember egy választ a kérdésre. És uh, ugye én a, az alapszakomat azt Milánóban végeztem, és még ott éltem három éven keresztül a, az olaszborokkal nagyon, uh, az olaszborokban nagyon beleszerettem, és igazából innen uh, indult ez az egész vonal. Ott Milánóban én már elkezdtem egy pár uh, borismereti kurzust, uh, ezeket a Wine and Spirit Education trust vészet kurzusokat, és uh, ugye az évek során azokat is uh, a pályafutásom mellett uh, szépen elvégezgettem, egészen a negyedik szintig. És ami, miután befejeztem az alapszakomat, a, a diplomámat megszereztem, kikerültem Brüsszelbe, és ott egy mezőgazdasági lobby cégnél dolgoztam, és különböző kutatásokat mutattunk be a parlamentben, és valahogy itt is úgy hozta a sors, hogy én a szülészeti és barászati ágazattal foglalkoztam, és a, a klímaváltozás hatásait kutattam, úgymond a, az eu szőlészeti szektorán, és uh, mikor tényleg láttam, hogy ez az a vonal, amit uh, élvezek és szeretek csinálni, és ami amiben jól érzem magam, akkor beiratkoztam egy nemzetközi szőlészbarászmesterére, amit közben el is végeztem, ez, ez Montpellierben, Franciaországban is, és Geisenheimben, Németországban történt, és utána márciusban tíz év után uh, hazaköltöztem. <laughs> Mondtad azt, hogy más minősége van annak a bornak, amit nagy tatád csinált, illetve ti, amivel foglalkoztok, miben más, vagy mi az a, mi az a dolog, ami, ami mássá teszi ezt a ezt a bort, ami a tietek? Ugye a nagypapám boró, ő inkább közelebb állt egy ilyen kis kézműves uh, bioborhoz, minden beavatkozás nélkül, uh, mi pedig egy teljesen más vonat képviselünk, úgy a, a szőlészeti, mint a borászati részben. Uh, mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a technológiára. Most egy pár példát, hogy mondjak, uh, 2020-as évjárat óta már kombányjal születelünk, tavaly március óta már drónnal permetezzük a szőlőt, és ugyanekkor van egy ilyen nagyon okos uh, rovar uh, Figyelő rendszer is a szőlőinkben. A borászatban pedig ez úgy nyilvánul meg, hogy ugye tényleg ott is utolsó generációs prés, automata fermentációs tartály, és vagy erjesztő tartály, és um, tényleg mindent, amit csak lehetett, digitalizáltunk. Honnan jönnek ezek az ötletek, tehát hogy honnan fejlesztitek magatokat, mert hallottam, hogy olyat is mondtál, hogy hogy nagyon fontos az, hogy mindig új, új, újuljon meg a, a ennek a borászatnak a a, a működése? Igen, szerintem nagyon fontos ez olyan szempontból, hogy versenyképesek maradjunk. És ugyanakkor azért is fektetünk mi nagyon nagy figyelmet erre a vonalra, mivel hogy nagyon nehéz munkára találni. A napszámosokkal mindig gond van, olyan szempontból, hogy nincsenek, és olyan szempontból, hogy amikor vannak is, nem feltétlenül végzik a legszebben a legjobban azt a munkát erről hogy egy példát mondjak, 19-ben volt az első születetünk, ugye, és volt egy annyira jó születelő csapatunk, hogy utána még januárban tudtunk egy égbort születelni. Ez ugye a kombánynál már nem jelenik meg, viszont pont emiatt indultunk el egy ilyen digitális vonalba. És ugyanakkor, ugye, mint fiatal borász, és mint fiatal úgy úgymond a borászatnak, ami magában véve is egy fiatal borászat, a, a brendel is passzol ez a digitalizációs vonal. Hova készülnek ezek a borok, és milyen borokat állítottak ti elő? Alapvetően többféle boraink vannak, ezek mind különböző termékcsaládokba kerülnek, és ezek már mind úgy vannak elkészítve, hogy tudjuk, hogy ki az, akit meg szeretnénk célozni velük. Ugye van a darabon termékcsaládunk, velük, lépt, velük léptünk be a piacra, és ő volt az első első brendünk, első termékcsaládunk igazából. Itt könnyű gyümölcsös borokat álmodtunk meg, és igazából itt az a cél, itt már a csomagolás is mutatja, csavarzárt használunk, és van egy olyan termodinamikus címkénk is a hátszímkén, ami igazából változtatja a színét a hőmérsékletre, és ezzel úgymond próbálunk segíteni a fogyasztónak, hogy amikor megjelenik a logónk a hátcímkén, akkor a legoptimálisabb a hőmérséklete a bornak a fogyasztásra. Ezek, ezek az ötletek, ezek mind tőled jönnek, vagy kik dolgoznak ezeken a, ezeken a nagyon modern dolgokon, azon kívül, hogy a kombány elvégzi a, a, szőlőnek a leszedését? Ezek főként tőlem jönnek, nálam születnek meg úgymond, de viszont van egy, egy komoly csapat ugye mellettem és a hátam mögött, akik, akik segítenek ezeket megvalósítani. Hol találkozhatnak az érdeklődők a boraitokkal? Főként a Bihar megyei piacra fókuszáltunk így az elején, most már egyre úgymond terjedünk az országban, és egyre több megyében van disztribúciónk. És hogyha minden igaz, akkor a közeljövőben a, a nagy szupermarketek, tehát Kerforosan és meg a Más polcain is megtalálhatóak lesznek a boraink. Ugyanakkor nálunk a pincénél is nagyon sokan vásárolnak, és ha minden igaz, akkor, vagy hogyha minden jól megy, akkor jövő hónapban nyitunk egy borboltot is a nagyvárat főterén. Betty, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a hallgatóknak pedig azt tudom tanácsolni, hogy nem csak ezt, hanem az összes Borkest adást hallgassátok, megiratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hallgassatok minket, sziasztok! És köszönöm a lehetőséget!